Sziasztok gamerek, remélem mindenkinek jól telik a napja. A mai videóban végzünk a leopárták bemutatásával, hiszen elérkeztünk a tízes tankhoz, ezzel fogunk egy pár költ grúlni és beszélni róla, de mielőtt még ezt megtenném, szeretném egy fontos eseményre felívni a figyelmeteket. Ugye a játékban pörög most az amerikai függetlenség napjának az ünneplése, és ehhez kapcsolódóan új dropokat kaptunk ugye a játékban ugye mai napon 3 órától be tudtok gyűjteni 15 darab tokent, amit el tudtok költ, költeni ingém, hogyha belementek a depóba, itt alul a Homefront utánpótlásra, itt pedig az amerikai függetlenség napja eseményboltra, és itt láthatjátok, hogy akár podcast, prémnapot, illetve két darab két stílus is ki tudtok venni magatoknak, ugye a ugye alatta láthatjátok, és ez nincs más dolgotok, mint nézni a twitch Fontos, hogy össze legyen kapcsolva a botfiókotok, illetve a twitch Hogyha még ezt nem tettétek meg, akkor a twitch csatornán használjátok majd a felkiáltójel összeköt, parancsotot minden lesz írva, hogy hogyan tudjátok ezt megtenni, illetve igyekszem majd ide is berakni magát a weboldalt, és itt is el hát tudjátok majd olvasni, hogy hogyan tudjátok összekötni a fiókotokat. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel a twitch csatornámon, linket megtaláltok majd a videónak a leírásába, illetve a komment szekcióhoz is ki fogom rakni. Na de akkor guruljunk egy pár költ ezzel a csodával. Már a csatában is vagyunk, és nem hiszem, hogy ezt a tankot annyira nagyon-nagyon részletesen be kéne, hogy mutassam, hiszen elég régóta a jelenlegi állapotában van be a játékban, több videót is készítettem már. Igazából a Leopard az egyik legjobb, ha nem a legjobb tirtizes támogató tank a játékban. Ugye az ágyújáról már beszéltem a PTS videóból, hogy mind a kettő lőszer nagyon-nagyon jól használható, robbanó lőszer is nagyon jól használható, és ugye ugyanazt a löveget kapjátok, csak egy még jobb kivitelbe. Ugye mondhatni azt talán, hogy ennek a tanknak van a legjobb ágyúkezelhetősége a tr 10 ben meg úgy összességében a játékban. Tehát ez azt hiszem a legpontosabb közepes tank a játékban, illetve összességében talán a legpontosabb, talán a grille, az ami vele egy szinten van. Most egyébként kipróbálok egy újdonságot ennél a tangnál. Ugye a harcoló módosításoknál majd láthatjátok, hogy nem a pontosságra mentem rá, hanem az újra sebességére. Így a 0.25-ös, 0.26-os pontosságon van. Szerintem ez így is amúgy bőven-bőven jó lesz, meglátjuk majd, hogy mennyire érződik pontatlannak így a löveg, mert ugye le lehet vinni egészen 0-22-ig ezt a szórást, úgyhogy meglátjuk majd de ezt visszaállítom, vagy sem, ez ilyen teszt lesz nekem is. Ezen a pályán mindig beszoktam menni egyébként az 1-es, 2 de ez a tanka annyira nem jó szerintem ott verekedni. Úgyhogy egyelőre ezt hanyagolom, ott a az Jelzolási távolságon kívül van, de akarom előni. De az a szikla az, ó, oh, a de rossz lövés volt Na, nézzétek. Még reggel van, még reggel van. Az ellenfel egyelőre nem nagyon mutatkozik meg ott az 1 2-es ron, úgyhogy lehetséges, hogy ők be lesznek itt a városba. Ja, azért is hoztam, hoztam HP booster, töltérgyorsítót, meg stabilizátort, hogy agresszívan tudjak játszani. Az ilyes 7 es spotolódott, mhm. Uh Megpróbálok -huh. itt közelebb jönni. A WZ már várt minket. A WZ már várt minket. Semmi baj. Csalálkoztam is rajta, hogy miért, miért, nem néz ki a T10-esünk? Hmm. Meg kell várni szerintem, amíg a Type-öt jön. Az hagyni őt egy picit játszani. Szóval a 275 átengedtük oda oldalra, a WZ jön közelebb. Van a WZ 55. És szerintem majd megpróbálok visszavonulni. Az ellenfél túlságosan agresszívan játszik itt a városi részen. Én megpróbálok szépen visszavonulni. Jó. No. Szövünk ide. innen el lehet amúgy lőni? El lehet majd lőni a 250 est Hogyha ott kinéz. Megvárjuk, aztán segítjük a tájpot. Ha nézem az 1 es 2 est alap, abszolút áttoltuk. Az ellenfél, valószínűleg elkezd visszavonulni, úgyhogy nem akarok annyira messzire menni a, a harctól. Mert majd valószínűleg vissza kell a pusoljak Lövünk is egyet a .257-ből Ott jön előre, megillövünk egyet a másikba És amivel nem vagyok spoton, mert ugye előttem van a fa Nézzétek meg az ületöltési időm az egészen kellemes Például a, ha nem azt a hardstream módosítást választom Akkor még egyet nem tudtam volna ott lőni arra a .257-esre az már valószínűleg le fog pattani, azért rossz lövés volt. Figyeljetek, 4-0 az állás, szerintem vissza, köze, vissza kell pusolni. úgyhogy itt szeretnék valamilyen sebzés magamnak. Oh. 515-öt róloltam a 420-as alfával, az igen. Egy lövés a vézét most lőtt, hogyha jól hallottam. Ki is tudjuk venni a játékból, hiszen a vízét is ki tudjuk venni a játékból. És is van. Bevettünk azért egy lövést, de szerintem az nem probléma. Ebben a meccsben nem lesz szükségem a hp mra Szinte garantált. A TVP itt van valahol középen. Szóval lenne meglövöldözni. És van. Azaz tojat ki? Tojat kell mögül? E 50. Jó, egyébként lehet, hogy töltetnék rá egy repeszlőszert. Oké, és... Na, még egy lövés, belefér majd? Lecik, nem. Robognunk kell előre, hogyha én így szeretnék még valamilyen sebzést. Hol lehet a Péter? Valószínűleg egyébként itt áll valahol, és ott van a Péter. Hm? Az még a közelébe sem ment, ahol lőttünk. Hát, ha még szerencsém van, egy lövésre elérek, hogyha szerencsém van, de attól függ, mennyire néznek ki az ellenfelek. De a TL7-es az abszolút el dobja a HP-át. Ezen kívül még egyet jól lenne lőni, és akkor 4000 sebzés az, azt mondom, hogy elmegy egy... Szódával elmegy. de persze, hogy az utolsó, vagy lepattanok az utolsó lövéssel. ajajaj, és ezért nem lesz magas sebzésem, vagy talán. 61. Hát azért nem jött össze, srácok. Az jó lett volna, hogyha még egyet tudok lőni, azért 4000 illik lőni. Szóval legalábbis én is szeretek lőni a tier tankommal, de ilyen abszolút gyors matchmakingben nézzetek meg, 15-2 bedaráltuk az ellenfelet. Ráadásul ez a pálya nem is annyira illik a Leopardhoz, hiszen a Leopard szereti a nagy nyitott pályákat, ez meg ilyen eléggé zárt. Tehát az 1-es, 2-esen is eléggé zárt, Amúgy van egy blind akkor meg a nézer, jó van, akkor nem panaszkodunk. De az egyes kettesen is nagyon zárt, meg ugye a városi részen is, ugye ennél sokkal, -sokat többet nem tudtam kihozni. Így is másik is lettem, illetve XP alapján is a másik helyet elhoztuk, és ezzel a körrel még farmoltunk is, bár ebbe jó volt jó sok a küldetés, plusz megy a Clank Rate Booster, úgyhogy ez, ez annyira nem volt vészes így. Jó, a legénységi skillek azok teljesen szendernek, ugyanazok, mint a PTS videóban, amit elmondtam, nyugodtan a maradékot lehet rárakni, például nekem tűzoltás van rajta, hogy ugye én pótkával játszok, hogy kigyújtanak, ne égek le annyit. Felszerelések tekintetében ugye én használom a HP Boost töltőgyorsító és stabilizátor szettet, Ugye ezt nyilván azokra a szituációkra használom, amikor tudom, hogy agresszívan szeretnék játszani. Tudom, hogy ez egy támogató tank, de van olyan, amikor ki akarom használni a nagyon jó DPM értékét. nézzetek meg, 3600-os, majdnem 3700-os DPM-e van azért ki lehet használni ezt az alfa sebzés, hogyha jól, ö, jól időzítettek a kinézéseket a sarok mögül. Úgyhogy én nekem van egy ilyen szettem, illetve van egy nyitott pályázettem, ahol pedig szellőzést használok, hogyha távolra kell lövöldözni. Így majdnem 3800 lesz a sebzésre percértéke, És nézzétek meg, itt van ez a 0-26-os pontoság. Térjünk is rá a harcstream módosításokra. Aztán egy pillanatra még visszatérek majd a felszerelésekre. Ugye itt a bal oldalt választottam, itt a jobb oldalt választottam, itt a bal oldalt választottam, itt ennél a jobb oldalit, és itt van az a szituáció, hogy igazából több döntés is szerintem jó lehet. Én mindig ezt a részt használtam, és nézzétek meg így 0-23-ra, hogyha fel, feleszed célzást használtok, akkor akár 0-22-re is le tudjátok vinni a pontosságát vagy a szórását a tangnak. De én úgy érzem, hogy vannak azok a meccsek, amikor 0-22-ben is olyan lövések mennek mellé, amiknek nem szabadott volna mellé mennie, tehát majdnem, hogy tök mindegy, én úgy érzem, hogy mennyire viszitek le, és én inkább rámentem a DPM értékre. De itt az is jó egyébként, hogyha semmelyiket nem választjátok, az is jó, a DPM-et választjátok, mert így is úgy szerintem egy pontos rankot kaptok, illetve az is jó, hogyha pontosságra mentek rá. Próbáljátok ki, én is nekem ez egy próba lesz, hogy nektek melyik fekszik itt a legjobban, én most ezt a töltési mechanizmust próbálgatom. Felszereléseknél még egyébként, hogyha nyitott pályát akkor mondjuk csináltok egy olyat, hogy a töltésgyorsítót használjátok, illetve a szellőzés, plus Plusz harmadiknak esetleg egy fejlesztett célzás használtok, nem pedig um, stabilizátort, vagy esetleg egy optikát magatoknak, és uh, mert úgyis akkor többet lőttök álló helyzetbe. Én személy szerint szeretem erre a tankra a stabilizátort, attól függetlenül nagyon jó a lövege. Ezzel próbálkozhatok, én azt mondom, hogy, uh, hogy szabad a kezetek ennél a tanknál. Na jó van srácok, ugorjunk be a következő meccsünkbe. Na itt is vagyunk a következő mérkőzésben, ez már egyértelműen egy jobb pálya, nekem Murovankán azért jobban ki tudom használni a tankomat. És van, vannak emberek, akik, ugye most nem látjátok a kamerámtól, a Liberténk beírta, hogy már egy újabb vesztes mérkőzés, GG. Tehát ma azelőtt elássa a mérkőzés, mielőtt elkezdődött volna. Soha nem értettem az ilyet, gondolom van neki xvm e és az XVM mod azt írja, hogy hát 30% van nyerni, és akkor az a mérkőzés már biztos el van veszítve. Ez nem így működik. Egyébként itt van a két legjobb skin szerintem a Leopádra, ugye az a Battle pass skin, az enyém meg, ha jól emlékszem, Mirn is. Ezek szerintem borzasztóan jól néznek ki erre a tankra meg alapvetően a tank is jól néz ki, most ha rápakoljuk ezeket a színeket, akkor még jobban fog kinézni. Egyelőre én megállok itt, mert igaz, hogy egy tier 8-as matchmaking, de a Leopard egy tier 8-as matchmakingben sem lehettek mindig agresszívak, főleg nem ezen a pályán. Ez egy nagy nyitott pálya, nagyon könnyedén el tudok párologni, hogyha a rossz ütembe, illetve a rossz helyen néztek ki. Úgyhogy egyelőre én várok, nem, nem kell kapkodni szerintem semmiképpen nem kell kapkodni. Illetve egy olyan matchmaking, ami tök furcsa, nézzetek meg, nincsen nehéz tank top tierbe. Ráadásul három TVP van. Most azt, valahol megtalált téteket, és amúgy a furcsa az az, hogy nem is szakaszba szakaszban vannak. Tehát random bedobta őket a matchmaking, ami azért eléggé furcsa, hogy így három TVP legyen egy csatában. De meglátjuk, meglátjuk. Jó lenni egyébként ebbe a csatába kihasználni a repeszlőszert mondjuk a skorpionokra, az amúgy kellemes lenne. Azért rossz lövés volt, semmi probléma. Az nem tudom hova jön. Jó, következő és már jobb lett. Ott egy célra vagon. A TVP, azt el tudom lőni? Valahol azt el lehet lőni. De az a domb mögött van, úgyhogy nem, azt nem lehet el lőni, csak hülye vagyok. Hm? Van egy pici mellé ment a lövésem. Oké, és az már bemegy, és el is Mondok azon rajta, hogy agresszívabban akarok-e játszani, vagy sem nyerünk -e attól valamit, hogy én itt agresszíva játszom? nincsen meg a HP boostom sem. Bár az ellenfél nem annyira agresszív, én azt nézem, hogy így nem, nem abszolút jól ózik. Lehet, hogy érdemes lesz itt előre jönnöm egy picit. szóval baj van, max visszafutok. Bár egyszer, hogyha bejöttél ebbe a poziba, az a gond, hogy nagyon ne, ne nehéz visszafutni. Van a TVP. A TVP szerintem ki fog nézni. Is van. Nyugd bele egyet, amúgy az eldobja a HP-át, tehát igazából lényegtelen. Lehet, hogy ezért kapni fogok majd. Valakatok rajta, hogy áttöltsem a repeszlőszer, de inkább eltrekkelem. Kivesszük a játékból. Akkor a cérnát veszük ki a játékból. Ilyenkor egyébként nagyon jól jön a... a töltőgyorsítás, vagy a arctream módosításnál. Ugye azt a tankot és a pt t nem tudtam volna előni, hogyha nincsen a a töltőgyorsításom. Bár lehet, hogy akkor meg a cérnára ment volna be extra lövés, tehát ezt így nehéz megmondani, hogy mennyivel vagyunk előrébb, vagy nem. Szóval jó lenne előni. es tankot nem akarom elengedni. Hát szerintem azt talált, de majd meglátjuk nyilván. Péter nem engem lőtt meg, és gondolkozom rajta, hogy itt előre szeretnék -e menni. De szerintem inkább mennék, mennék közé felé, illetve majd az 1 2 sor felé. Volt egy tank, ami nem volt spotolva, egy TVP nem volt még spotolva. Hm? Kettő volt, a harmadik nem volt még. Azt lehet, hogy a tudok segíteni innen. Bár az ott kialakítottak a cooldown tehát az netes. Jó, az meghalt az a 777. -t. Nem tudok belőni? Wow, innen be lehet oda lőni, ezt nem is tudtam. És elkopuláztuk. 358-at lőttem, csak igaz, de legalább eltaláltam. És azt el tudom innen lőni. Az kiszpotolt? Nem. Oké, és... Ez meghalt. Én nem is tudtam, hogy be lehet lőni oda, ez nekem teljesen új. Hm, ezt jó lesz megjegyezni, hogyha ott játszom, abban a pozícióba. Féltek, én szerintem megpróbálok agresszívan játszani. Lehet, hogy itt maradt egy-két tank, de... Ezából szerintem most lényegtelen. Megpróbálok közelebb jönni, és itt ezt a részt kihasználni, hiszen akkor be tudok lőni ide is. Ezek meg ilyenkor borzasztó jól jön a mozgékonyságom egyébként. Értek, megpróbálkozunk egy repeszlőszerrel? Skorpionra? Hm? Éről még nem látjuk a skorpiont, úgyhogy... Nem lőjük meg. Jó lenne kinézni a mod 1 de hogyha itt van valami ebbe a pozícióba, akkor ellő minket. Hm? Spotot kapok, tehát valami biztos, hogy itt van. Csak nem akarok abszolút bejolózni. Tudja, hogy ott vannak egyébként ebbe a bokorsorba. És valami vissza pussal egyébként, egy leopéti a ott vissza. Jó, azt ellőjük. Repeszt végre ki tudtam használni. Ő közelebb jött. A TVP-től kapok egy tárnyit, meg lehet a Skorpiontól is. Okay, és a TVP-től bevettük az egész tárat, semmi probléma. Ha most nem vág ki minket az arti akkor igazából ez nem olyan nagy gáz. Ez valószínűleg az a TVP, aki nem volt még soha spotolva, így is van ott van. És el tudjuk lőni. Szerintem mozgok majd közelebb. Hát hogy most halott vagyok, ki tudja. Ja, a másik TVP az, az, készen állt arra, hogy előjön még. Ez egy kicsit amúgy flagma volt a, az én részemről, hogy amúgy a domnak a tetején maradtam. Úgy voltam vele, hogy a, a TVP majd inkább megpróbál erre mozogni. Nem baj, ez, ez, igazából az én hibám volt. Még szerettem volna itt, amikor fut el a másik TVP előni. Nézer 700 sebzést látunk, de én azt gondolom, hogy van egy blind lövésünk, ami olyan 5200 sebzés jelent nekünk. A milyen matchmakingben nem kibukasló, de azért tényleg ez egy sokkal, sokkal jobb pálya volt, és itt azért sokkal magabiztosabbnak érzem a tankomat. És itt jön ki az a, az a nagyon jó tulajdonsága, tényleg amikor a löveggel nagyon jól lehet távolra lövöldözni, és valahogy egy nagyon jó érzés ilyen pályákra játszani. Illetve még volt uh, spotasisztunk is, úgyhogy alapvetően elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Ugorjunk be a harmadik meccsünkre úgy látszik, a matchmaking szeret minket, meg nem is, mert ugye oké, hogy tier 8 as matchmakinget kaptunk a Arti nélkül, viszont van ellenünk egy ördő, ami mindenképpen problémás lesz. Az a még ugye hitlőszerem sincsen, és az early ellen ugye általában nem árt a hitlőszer. Például ez egy olyan lövés volt, ami nem tudom, hogy a másik fajta konfigal, tehát a pontosabb konfiggal belőttük volna el. Ez egy, ez egy, olyan kérdés, amire soha nem fogjuk tudni megkapni a választ, és így mindig, mindig agyalok rajta, hogy vajon a másik előttük volna? De, de, a DPM meg sokszor jól jön. Oha? Ezt előjük. De szerintem, hogyha egy dolog miatt húzátok ki a leopárdot, az ágyuk ez lehetőség. Egyszerűen porzosztóan jó ennek a annak, és nem igazán van még egy, ami, ami ennyire jó ágyuk ez rendelkezne. Ráadásul még ezzel az sebzéssel is. Tehát ugye az orosz médium tankoknak van még ugye jó kezelhetőségük, de azoknak nincs akkor a alfájuk. Á, az örülnek a láncát találtam el. Ezért a kelt volna, kicsit jobbra rább volna célozzak. Inkább az őrlit bontom, mint a tier 8-os tankot, amíg nem rám figyel. Bevettem egyet, hiszen jó trade-el, nézzetek, meg 266-ot kaptam, és 465-öt adtam vissza. Tehát ez egy, ez egy jó volt nekem. Kb. látom, hogy megy át. Ülünk bele egyet, eltrekelték? Szerintem igen, Úgy, így, van, lesz időm betölteni szerintem. Oké, és nagyszerű. Ú, az a kunza az jött, látott, majd bevet 800 sebzést. Ne. Na ez egy olyan lövés volt, ami szinte biztos bement volna a másikkal, másik konfiggal. Jó, hogy már be tudom lőni. A mögöttünk jön egy 907, mit csinál? Jó, azt el tudtuk lőni. Most már egy lövésnyi AP van. Bulldog. Nincs időm szerintem repeszre újra tölteni, inkább meglövöm a biztos damage ér És egy turbó mérkőzés, ahogy látom. Na, azt szerintem egy kicsit rossz szélzás volt. Iron arrival is nagyon-nagyon szívesen trédelek. Magasabb az alfám. Az early szerintem amúgy csak bétel minket, tehát úgy csinál, mintha nem ránk néz, de közben ránk néz. Öt, de magad? Öt. És Patriotot kivettük. Köszönöm, a Patriot az amúgy kilépett a játékból őszinte megmondva. Ilyen szögből be tudom lőni az örlét. Kis Kicsit elrontottam. Az Iron Man lepatintotta a 300 a pc mert a jó páncélozott az a tank. Az alvázat kéne inkább meglőnöm. Ilyen szögből a felső frontja túl, túlságosan nagy szögben van nekem. Az őrli az felém néz. Lassan el kell majd neki fordulnia. Jó, adtunk neki egyet. Le tudom kupolázni. Zöld meg már hátulról bontják. Gárdot, esetleg ellőni. A net közben. Az őrit is, is meg fogják ölni, abban nincs már olyan sok HP. Szerintem azzal nem nagyon kell foglalkozni. Sárfutúrt előjük. Amúgy azt írta, hogy letrekkeltük, de közben meg nem. Nem tudom, valamikor így meghűl ez a kiírás a Wargamingnek, és azt írja, hogy amúgy letrekkeltel az ellenfél tankját, de közben meg amúgy nem. Jó, előjük a gárdot is. Én ezt nem mondtam az előző mérkőzésben, nem lett meg a blind lövésünk, tehát 4700 alatt lőttem csak. Az légi állaki, hogy lepattantunk róla. Az meg a fölé ment. Ah, itt a végén amúgy még lehetne sebzésünk, srácok. De, de az ágyú egy kicsit trollkodik, őszintén megmondva. Senki nem lőtte még ki a gárdot. Ó, majd én. Ezek most majd lövés vagyok a izének a T30-nak. Ez a baj. Jó? Le tudtuk még csípni. Na nézd ki megint T-30. Jó, legalább még egyszer el tudtuk lőni. Ezzel, ezzel elégedett vagyok. 6000 sebzés kiment itt, igazából tudtunk kerízni, tehát a, mindenképpen az earlyt szerettem volna lefókuszálni, hiszen az early jó játszik ebbe a körbe, amit szerintem nem jól csinált. Tehát az early az az megengedte, tehát olyan pozícióban raktam magát, hogy két oldalról tudták lőni, és hogyha az őrlit már két oldalról lövik, akkor már annyira jó a páncélja, Úgyhogy szerintem ez jó játszottuk meg ezt a szituációt, de tényleg olyan szempontból legalább könnyű volt a dolgunk, hogy tírnozós matchmakinget kaptunk, és ezt tudtunk farmolgatni. De láthatjátok egyébként, ez a kör talán arra jó bemutatás volt, hogy nem csak sniperolásra jó az a tank, mert én nagyon sok leopárd játékos látok, főleg amikor ilyen top of the tree van, akkor az emberek ugye megpróbálják kiúzni, és mindenhol azt hallják, hogy ez a tank támogató, és sniper nagyon vele, sniper sznájpol, sniper tehát mesterlövészkedni hátulról nagyon jó vele, és csak ezt csinálják. Pedig a Leopard nem csak erre jó, mert láthatjátok a DPM értéke, az egészen jó, tehát lehet vele amúgy egész jól trédelni, a magas alfa miatt, tehát azt mondom, hogy közepes tankok közül ez, ez, egy magas alfához tartozik, ez a 400 pluszos. Hogyha ilyen alacsonyabb alfás tankokkal találkozunk, tegyük fel mondjuk egy 141 62 ával simán lehet vele trédelgetni, hiszen, uh, hiszen egy magasabbat lőttük, tehát nektek jobban meg fogja érni a trédelgetés. Ebbe a körben 6000 sebzéssel végeztünk, xp be is az első helyen, az ellenfél csak 2000 lőt. Tehát az ellenfél őrére, hogyha jól csinálja, ez konkrétan itt 4-5000 sebzéssel már ki kellett volna osztani de nem baj, mi örülünk ennek, és egyébként pont 5000 átlaggal végeztünk ennél a tangnál, amivel nagyon-nagyon elégedett vagyok, szerettem volna egy ilyen átlagot kihozni a tangból, plusz még ugye 1000 assist is összejött, tehát ilyen 6100 kombira játszottuk meg ezt a járgányt, amivel teljesen elégedett vagyok, és ez a leopárd így összességében, tehát az egész ágat végig gondolva, szerintem, hogyha valaki végigviszi és eljut idáig, tehát a leopárdig eljut valaki, akkor azért érezni fogja, hogy ezt a tankot nem annyira könnyű használni. Tehát nincs páncél, ami megvédjen téged, egy rossz kinézése sarkon, és visszakerülsz a garázsba kb. 3 másodperc alatt, mindenki tudja, hogy papírpáncélod van, és abban a pillanatban, hogy spotolódsz, viszi rád a célkeresztet és meg, tehát ilyen prió célpont leszel, mert mindenki tudja, hogy papír vagy. Artik azok nagyon könnyen be tudnak titeket penelni, fvtd k azok nagyon veszélyesek rátok, ilyen eszkonkok is veszélyesek rátok, mert ugye betöltik intuícióval a repeszlőszert, és nagyon gyorsan szét tudnak kapni. Úgyhogy mindenképpen egy olyan tank, amihez nagyon sok tudás, gyakorlás, főleg gyakorlás egyébként, nem az, tehát nem egy olyan tank, amit nem lehet elsajátítani sok csatával, csak gyakorolni kell. Meg kell tanulni, hogy mikor, vissza, mikor, kell visszavonultok, hol kellenetek, mikor kellenetek. Tehát ez nem ez, nem ez az a tank, ami egy átlag játékos beül, és jól fog teljesíteni. Tehát ezt mindenképpen jegyezzétek meg, de attól függetlenül szerintem érdemes kihúzni, Tehát egy olyan mint kaptok, olyan ágyút, olyan lövegkezelhetőséget, amit más tankon nem kaptok meg, és szerintem az egyik legjobban kinéző tank a játékba, másik szerintem ezért is érdemes kihúzni. Úgyhogy remélem ez a tankák bemutató segített nektek eldönteni, hogy ez a tank nektek van e vagy ez a tankák nektek való e hogy ha azos volt a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, kommentvérjátok majd meg, hogy ti mit gondoltok magáról erről a tízes leóról, szeretitek e jó vele játszani, nem jó vele játszani, nektek mi a tapasztalatotok vele, és egyébként igyekszem majd az ohónak az ágáról, vagyis inkább a Type nek az ágáról bemutatót készíteni nektek. Nem tudom, hogy az ilyen minden egyes tankról készítünk -e egy videót, vagy ezt egy kicsit összefoglalóban fogom megcsinálni. Lehet, hogy ezt inkább egy kicsit összefoglaló témával, vagy összefoglalósan fogom megcsinálni, nem pedig ugye videókra bontom, de ezt majd meglátom, srácok. Ha nem szeretnétek alulra maradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és mindenkit várok szeretettel három órakor a Twitch csatornámon, gyűjtsétek be a droppokat, illetve a Discord szerverre ne felejtsétek el csatlakozni, nagyon jó a közösség, bármi kérdésetek van, ott tudtok kérdezni, tőlem is, mástól is nagyon jó a közösségünk ott. Illetve, ha támogatni szeretnétek a munkásságomat, akkor csatornatagá tudtok válni, link a leírásba, illetve lesz egy köszönet gomb a videó alatt. Nagyon-nagyon szépen megköszönöm nektek, hogy végignézitek ezt az egész sorozatot, illetve ezt a videót. Legyen szép napotok, legalább ennyire jó csatájtok, és akkor találkozunk a következő videóban, vagy pedig a streamen. Szevasztok!